Jó napot kívánok! Szeretettel köszöntök mindenkit, Szabó Balázs vagyok, az ELTE Japán tanszékéről, és azért vagyok itt, mert az a megtisztelő felkérés ért a Japán Alapítvány részéről, hogy beszéljek önöknek egy olyan témáról, amelyikkel én magam sokat foglalkoztam, és valószínűleg némi érdeklődésre tartott számot a japán történelmi iránt érdeklődők körében is, ez pedig a szamurájok témája. Ugye a szamuráj egy olyan sajátos jelenség volt a japán történelemben, amelyik hát egy olyan fajta katonai identitású csoportot, társadalmi réteget, társadalmi osztályt, ezen lehet vitatkozni, hogy melyiket pontosan jelentette, amelyik a japán történelem egy jelentős részében, mint egy 700 éven keresztül kezében tartotta a hatalmat, ők irányították az országot is. A mai rövid előadásnak az lesz a témája, hogy kik is voltak ők, honnan jöttek, és hogy milyen fejlődésen keresztül menve hát teljesítették be, hogy úgy mondjam, azt a történeti utat, azt a történelmi utat, amit bejártak. A szamurájok megértéséhez először azt kell leszögeznünk, hogy az a szamuráj kép, ami általában él az emberekben, az az úgynevezett koraújkorhoz kapcsolódó szamuráj képet jelenti. A koraújkor, vagy Edo-kor az ország akkori fővárosáról, Japánnak a 17. és a 19. század közötti történelmi szakaszát jelenti. Az ekkor létező szamuráj az egy olyan társadalmi réteget képezett, amelyeket törvényekkel különítettek el a japán társadalom többi részéről. Bizonyos előjogokat kapott, kötelességei voltak, de mindenképpen a korabeli törvényalkotók arra törekedtek, hogy teljesen legyenek szeparálva a földművesektől, kézművesektől és a japán társadalomnak a más rétegeitől, mert csak így vélték őket kezelhetőként tartani meg, illetve így vélték megoldhatónak azt, hogy az esetleges elégedetlenségek azok ne jussanak be a szamurájság köreibe, akik ugye katonai képzettségű emberek révén borzasztóan veszélyessé tehettek volna mindenfajta ilyet. A szamurájok történeteknek a megértéséhez vissza kell mennünk a korszaknak a legelejére, a szamurájok megjelenésének az időszakába, ami nagyjából a 9. század elejét jelenti. Az előzménye ennek az, hogy Japánban egy olyan jogrend, kínai alapú jogrend uralkodott egészen odáig, amelyik azon alapult, hogy minden föld állami tulajdonban van, és minden föld a császáré, ha úgy tetszik, és mindenki más csak gazdálkodik ezeken a földeken, afféle haszonbérlőként, de nem birtokolja őket. Ez a dolog a rendszernek az alapjában állt, de aztán a 8. század során elkezdett megváltozni, hiszen az új földeknek a föltörése és a adózott földek körébe való bevonása miatt a császári kormányzat nem tudta máshogyan motiválni az embereket, mint úgy, hogy felajánlotta nekik, hogy az új földek azok magántulajdonba kerülnek. Ugye a magántulajdon az azért fontos dolog volt, hiszen ha valaki állami bérlő volt, akkor az bár gazdálkodhatott a földjén, és az adózás után fennmaradó jövedelmet megtartotta onnan, de például nem adhatta el a földjét, nem örökíthette tovább a földjét, és egy csomó olyan dolgot nem tehetett meg, amit az ember a magántulajdonával megtehet. Most ez a helyzet ugye fokozatosan megváltozik, egyre több föld magántulajdon van, egyre több magánbirtok van. A császári hatalomnak viszont a birtokok védelmére vonatkozó kötelessége az problémás lesz ezen a ponton, hiszen az állami földek védelme az nyilvánvalóan egy állami feladat. Na de mi van a magánföldeknek a védelmével? Merült fel a kérdés az akkori vezetésben. Másik oldalról ugye a létrehozott hadszervezet egy rendkívül decentralizált, a különböző tartományokban 66 ilyen tartomány volt, elhelyezett tartományi ezredeken alapuló hadszervezet volt, ezeknek a fenntartása nagyon sok pénzbe került, nagyon sok adójövedelmet vont el, és ez egy másik nagy probléma volt, hiszen ezekre az ezredekre láthatóan nem volt szükség. Japán sem belülről, sem kívülről nem érte támadás. Most ez a két dolog együtt, tehát a magánbirtokok elszaporodása, illetve a hosszú béke, amely szükségtelenné tette a katonaság állandó fegyverben tartását, juttatta el odáig a császári kormányzatot a 8. század végén, hogy megszüntette a tartományi ezredeket, helyettük pedig a birtokok tulajdonosaira vagy bérlőire bízta rá, hogy a saját területükön élő földművesekből csináljanak ilyen kis milíciákat. Ezek a milíciák olyan erre a célra alkalmas földművesekből álltak, akiket ugye köteleztek arra, hogy a földműves munkájuk mellett, ha szükség van rájuk, katonai feladatot is lássanak el.
nem volt odáig nagy baj, amíg viszonylagos béke honolt az országban, ugye a konfliktusok nem voltak olyan sokan, hogy ezeknek az embereknek állandóan katonáknak kelljen lenniük, de ez megváltozik a 9. század során, és különösen a 10. századba lépve egyre több konfliktus van Japánban, főleg a határvidékeken, ami akkor keletet jelentette leginkább, ugye eléggé meglepő, de a mai Tokió környéke akkoriban ilyen igazi keleti vad határvidéknek számított, és az ottani ilyen milíciák ugye egyre kevésbé tudtak már földműveléssel foglalkozni, egyre inkább állandóan katonáknak kellett lenniük. Ezekben az emberekben kialakít egy identitásváltást, ők már nem tekintettek magukra, mint földművesekre a továbbiakban, hanem sokkal inkább, mint katonákra. Ugye kialakul a bushi vagy musha kifejezés, ami harcost jelent. Ezeknek az embereknek az identitása egyre inkább katonai. Ezek a csoportok aztán elkezdenek egymással kapcsolatot találni. Ugye kezdetben ezek kicsi csoportok voltak, egy-egy birtokon nem lehetett több, mint 40-50 fő egy ilyen kis milíciának a létszáma, de ahogyan ugye egyre komolyabb akciókba kellett belefogniuk, mert hogy ugye nagy létszámú rablóbandák garázdálkodtak a környéken, vagy pedig a keleti nomádoknak a betörései ellen is elég komoly létszámot kellett fölvonultatni, ezek a kis csoportok elkezdenek kapcsolatot keresni egymással, nagyobb csoportokká, japán szóval busidanokká, katonai csoportokká szerveződnek, ezeknek az élére pedig általában a fővárosból érkező, vagy a fővárosból vidékre költözött arisztokraták, császári hercegek, volt császári hercegek kerülnek. Tehát ilyen módon ezek a busidanok megszervezik magukat, és ilyen helyi hatalmi központokká válnak. És így jutunk el a 12. századba, amikor is egy Kiotóban, a császári fővárosban zajló trón utódlás körüli konfliktusban a szemben álló felek, a velük kapcsolatban álló vidéki busidanoknak a katonáit hívják föl, azoknak a parancsnokaikkal együtt. Az egyik fél ugye háborúdul, az egyik fél győz, a győztes félnek a parancsnoka, annak a busidannak a vezetője, akit Tairano Kiyomori-nak hívnak, viszont ahelyett, hogy visszament volna vidékre, és hát élte volna tovább azt az életet, amit addig élt, világosan átlátva azt, hogy gyakorlatilag ő képviseli az egyetlen ütőképes katonai potenciált az országban, mintegy átveszi a hatalmat Kiotóban. És létrejön egy új rendszer, ami a szamurájok uralmán alapul, amit későbbi kifejezéssel majd shogunátusnak fogunk nevezni. Nagy a shogunátus a shogun kifejezésből jön. A shogun egy addig is létező rang volt a katonai rendszerén belül a korabeli Japánnak, de a 12. században az első ilyen új értelemben vett shogun már önmagára sokkal inkább, mint a szamurájok vezetőjére tekint. A szamurájok pedig, ahogy halad előre a korszak, egyre inkább az ország földbirtokainak egyre nagyobb része fölött rendelkeznek, így módon az ő vezetőjükként működő shogun maga is az ország egyre nagyobb részének a vezetőjévé, a hűbérurává válik. Három shoguni rendszert különítünk el a japán történelemben, ezeket a központjuk szerint szoktuk elnevezni, így az elsőt Kamakura, a másodikat Muromachi, a harmadikat pedig Edo shogunátusnak hívjuk. A kamakurai shogunátus során azt lehet mondani, hogy a shogun még kvázi egyenrangú volt a császárral, a császári udvarral, ők együtt irányították az országot, a császár, a shogun a szamurájok kezében levő birtokrészeket, a császár pedig a többit, az arisztokrácia vagy a nagy templomok kezében lévő birtokrészeket irányította, de ez a kettő még nagyjából egyforma nagyságú volt, lehet mondani. Ez megváltozik a második shoguni korszakra, a Muromachi korszakra, amikor a shogun már egyértelműen az országnak a de facto uraként működik. Ilyen névleg alá van rendelve a császárnak, de ez az alárendeltség már teljesen névleges. Hogy azután a harmadik shoguni rendszerbe, az Edo-korba lépve, a császár végképp elszürküljön, és egy teljesen hatalom nélküli gyakorlatilag a kiotói palotájának a magájába zárt figurává változzék. A szamurájok története az első két korszakban, tehát ez a japán középkornak nevezett Kamakura és Muromachi korszakban, azt lehet mondani, hogy úgy alakult, hogy ezek az emberek olyan kis vagy közép birtokosok voltak, akik birtokokat az uruktól kapták, attól a magasabb rangú szamurájtól, aki az ő hűbéruruk volt, ezen a birtokon gazdálkodtak, és cserében, katonai szolgálattal, mármint a birtok adományért cserében, katonai szolgálattal tartoztak az uruknak. A moralitásuk ugye elkezd átalakulni ennek megfelelően, az addigi rendszerrel szakítva, amikor mindenki a császári állam részének tekintette magát, és mindenki valamilyen szinten
több lépcső keresztül, de az uralkodóhoz kapcsolódott. Ez az, ebben az új rendszerben viszont minden szamuráj a saját hűbérurához kapcsolódott, csak ő felé tartozott hűséggel és felelősséggel. Ami fölötte volt, tehát nyilvánvaló volt, a hűbérúr fölött is van valaki, meg ott van valahol a shogun, és az egésznek a tetején még mindig névleg legalábbis ott van a császár, ez már annyira nem volt érdekes. A legfontosabb dolog az volt, hogy mindenki arra az ember nézett, aki az ő hűbérúra volt, és akit ő szolgált. Ez az átalakuló moralitás azt jelentette, hogy az addigi ilyen törvények által kijelölt hát mondjuk parancskiadós kiadási láncolat, az megszakad, és mindenki csak a saját hűbérurához kapcsolódik. Ez a kapcsolat pedig elveszíti a hivatalos jellegét, ez már nem egy törvényekkel körülbástyázott kapcsolódás, hanem sokkal személyesebb lesz, sokkal inkább érzelmi lesz. Azt lehet mondani, hogy a szamuráj már inkább a hűségét egyfajta érzelmi viszonyulásként érte meg a saját urához, nem pedig egy olyan törvények által körbevástyázott kötelezettségként, mint az korábbi főbirtokosok. Na most ez a rendszer a 17. században lépve változik újra egy nagyot. 150 év polgárháborúja után az országot egyesíti egy Tokugawa Ieyasu nevű szamuráj, ő lett a legnagyobb hűbérúr ebben az időszakban az országban, ő pedig fölveszi a shoguni címet, megalakítja a harmadik Edo központú shogunátust, és egy olyan országnak a felépítésébe kezd, amelyik elképzelései szerint egy biztonságos és békés ország lesz, kiküszöböli az összes hibát, ami korábban a háborús viszonyokhoz vezetett. A háborús viszonyokhoz vezető egyik legnagyobb problémának, ő pedig azt lát problémaként, ő pedig azt azonosította, hogy a szamurájok össze-vissza vannak keveredve a társadalom többi rétegeivel, nem tudják pontosan eldönteni, hogy ők most földbirtokosok, egy adott terület lakói, avagy pedig katonák, egyszerre kapcsolódnak a hűbérurukhoz, illetve a szomszédjukhoz, akivel egy faluban élnek, és így tovább. Tokugawa Ieyasu ezért egy olyan Japánt álmodott meg, ahol a szamurájság szigorúan el van választva a lakosság többi rétegétől, egy privilegizált, a féle elit réteget képez, amely viszont kizárólag a saját urát szolgálja. Ez az országban a Tokugawa rendszerben, tehát az Edo shogunátus alatt működő mintegy 270 ilyen kisebb hűbérúr, ez daimyónak, őket daimyónak nevezzük japán kifejezéssel, személyét jelentette, illetve magának a shogunnak a személyét, aki szintén egy ilyen óriási hatalmú hűbérúrként saját szamurájainak a tömegei fölött rendelkezett. Ilyen módon ezek a szamurájok már csak az uruktól kaphattak jövedelmet, nem voltak birtokaik, elválasztották őket a földtől. Szintén az volt a rendszer logikája, hogy egy olyan ember, akinek nincs gazdasági háttere, aki kizárólag abból a pénzből, abból a jövedelemből tud élni, amit a saját urától kap, az feltétlen hűséggel fog az urához viszonyulni. Ugye az összes daimyónak így módon megvoltak a saját szamurájai, a daimyók pedig hűbérurukként hát a shogunra kellett, hogy nézzenek. Ez volt a rendszer logikája. És ez egy működőképes rendszer volt egyébként, mert mintegy 270 éven keresztül a béke kitart a társadalomnak és a japán politikának a stabilitása tényleg példaértékű. Ebben az új rendszerben a szamurájok viszont elveszítik a kapcsolatukat a katonai hivatással. Pont azért, mert béke honol az országban. Igazából a szamurájok hordozzák az erőszak monopóliumát, olyan értelemben, hogy ők viselhetnek fegyvert ebben az időszakban, ezért ők egyrészt a féle hivatalnokként kell, hogy szolgálják a saját uraikat, tehát ők lesznek az ország működtetői, a köztisztviselői réteg, ha úgy tetszik, másrészt pedig katonai szolgálattal tartoznak szükség esetén, de hát szükség nincsen, mert béke van, illetve egyfajta rendőri feladatokat is el kell, hogy lássanak. Ezekben a feladataikban kell megtalálniuk a saját életüknek az értelmét, ami egyre nehezebb, és főleg a szamurájság alsó rétegeinek nehezebb. Mert bár hajlamosak vagyunk a szamuráj jelenségre, mint egy ilyen monolitikus képződményre tekinteni, valójában ez egy nagyon heterogén társadalmi csoport volt, amelyik ilyen piramisszerűen nézett ki természetesen, tehát a legmagasabban lévő, a legprivilegizáltabb helyzetben lévő szamurájok kevesen voltak, míg az alacsony jövedelmű tömegek pedig sokan voltak. Az alacsony jövedelmű szamurájokat egy fény év választotta el a magas jövedelműektől, mind jövedelemben, mind pedig befolyásban, vagy egyáltalán a saját munkájuk hasznosságába vetett hitben, hiszen a magasrangú szamurájok azok főhivatalnokként szolgálták a daimyójukat, vagy pedig a shogunt, irányították tulajdonképpen a birtokot, illetve az országot. Az alacsony rangú szamurájoknak pedig a samuráj státuszukon kívül nem nagyon volt más. Ők
azért voltak úgymond privilegizált helyzetben, mert szamurájok voltak, de a legtöbbjük, azt kell, hogy mondjam, hogy ebből a kivételes helyzetből nem sokat érzett. Alacsony jövedelmű, nehezen élő emberek voltak, és ugye ott volt még egy ilyen, hát ehhez járuló jelenség, a gazdátlan szamuráj, a hübérúra nem rendelkező szamuráj, aki ugye egyben jövedelem nélküli szamurájt is jelentett, és hát egy különösen nehéz sorsú része volt az akkori japán társadalomnak. Ugye ezek a szamurájok a béke időszakában, ahogy lenni szokott, mint egy átesnek aló túloldalára, tehát a saját szamurájságuknak, az alapjában álló hűségnek, önfeláldozásnak és egyéb erényeknek a fontosságát rendkívül felülértékelik. Ez vezet olyan extremitásokhoz, ami ugye a Bushido néven ismert ilyen erkölcsi kódexekben jelenik majd meg, hogy a szamuráj bármikor elveti az életét, bármilyen hibájáért azonnal öngyilkossággal kell lakolnia, föl kell áldoznia magát, és így tovább. Ugye ez ennek aztán egészen különösen extrém példái vannak, mint a követő öngyilkosságok, amikor az uruk halála után szamuráj tucatjai ölik meg magukat, vagy pedig hát a bosszúállásnak és a becsület megvédésének a különböző extrém módjai, amelyek egyébként már nem illeszkednek bele a békés japán hát jogrendjébe, és a hatóságok egyre inkább üldözik ezeket, csak hát a másik oldalon meg ott vannak az identitásukat szinte teljesen elveszítő szamurájok, akik pedig fogak körömmel ragaszkodnak ehhez a néhány jeléhez annak, hogy ők még mindig valóban azok a rendkívül bátor és rendkívül erényes harcosok, akik a kiemelt helyzetüket meg is érdemlik ebben az országban, nem pedig csak úgy megkapták azért, mert az apukájuk meg a nagyapjuk is szamuráj volt. Ugye ebben a helyzetben jutunk el a 19. századba, amikor is már akkorák a különbségek szamuráj és szamuráj között, hogy őket már nem tekinthetjük jogosan egy társadalmi osztálynak, hanem inkább egy közös eredetű, de nagyon messzire távolodott, egymásról messzire távolodott társadalmi rétegeknek inkább. És ugye Japánt ebben az időszakban a zártság jellemzi, a 17. században bezárták az országot a legtöbb külföldi kapcsolat előtt, a 19. században ez a zártság viszont elkezd nyiladozni, egyre több, főleg nyugati hatalom próbálja a Japánt ország megnyitásra kényszeríteni, és ezzel szemben pedig egy ilyen belső reakció keletkezik, amelyben bizonyos ideológusoknak, íróknak a hatására ezek a szamurájok elkezdenek egy majd az idegenek ellen bekövetkező óriási háborút vizionálni. Na most ez elsősorban a szamurájok alsó rétegét érinti meg természetesen, akiknek a sorsa annyira rossz, és annyira nem tud megváltozni, hiszen egy rendkívül hát ilyen fagyott állapotban lévő társadalom volt ez a akkori japán társadalom, hogy ők ebben a háborúban azt látták, hogy ez a kitörés lehetősége. Ebben a háborúban ők majd nyilván be fogják bizonyítani, hogy mennyire bátrak, mennyire hősiesek, és az uruk ezt majd értékelni fogja, és a háború után az, aki most egy kicsi, alacsonyrangú szamuráj, az majd egy nagy, magas jövedelmű, komoly szamuráj lesz. Nagyon érdekes az a folyamat, ami az Edo-kornak a végén zajlik le, amikor is szamurájok állnak a hátterében annak a mozgalomnak, ami aztán szétveri az egész szamuráj rendszert. Ez egy sajátos paradoxon, de ezek a szamurájok sok mindennek hadat üzennek, ahogyan az akkori japán működött, de egy dolgot soha nem kérdőjeleztek meg, hogy az a társadalmi rend, amit annak idején létrehozott Tokugawa Ieyasu, mely szerint a szamurájok vannak a társadalomnak a tetején, az helyes. Fel sem merül bennük, hogy ez megváltozhat. Igazából mindenfajta változást a szamurájságon belül képzelnek el, hogy azok, akik most kis jövedelműek és alacsonyrangúak, azok majd föl fognak emelkedni, esetleg a császárt föl lehet használni ebben segítségként, hogy a császár hasson oda a sógunra, hogy abban az irányba mozduljanak a dolgok, amiket ők szeretnének, és ez a politikai harc az Edo-kornak a végén, amit a sógunátus végének Bakumatsunak is nevezünk, végül átalakítja az egész országot. Gyakorlatilag fenekestül felforgatja az egész országot, és hát meglehetősen paradox módon ezek a szamurájok, akik sokszor harcolnak ezekért a változásokért, azzal kell, hogy majd szembesüljenek a nagy változás, az 1868-as úgynevezett Meiji restauráció után, hogy saját maguk alatt vágták a fát. A új Japánban ennek a fajta társadalmi modellnek, amit egy szamuráj képvisel, már nincs helye. Egyes után érik őket a megdöbbentő felébredések, majd ezt követően ugye megszüntetik az erőszak monopóliumokat, sorozott hadsereget hoznak létre, egyszerű földművesekből sorozott hadsereget, a rendőrséget átalakítják, szó sincs már arról, hogy a szamurájoknak valamiféle előjoguk van, a rendőri feladatok ellátására megvonják tőlük a
különböző privilégiumaikat, például a fegyverviselésnek a jogát, és végül pedig a jövedelmüktől is el kell búcsúzniuk, ami kivált némi hát ellenhatást, lázadások is vannak az 1870-es években, de nem sikerült visszafordítani a történelem kerekét, és azt lehet mondani, hogy az 1870-es évekre a szamurájok a történelem részeivé válnak, és teljesen eltűnnek onnan. Ezzel együtt az emlékük tovább él, hiszen csupa olyan erény kötődött hozzájuk, jogosan vagy jogtalanul, vagy nem teljes joggal ezzel lehet vitatkozni, mint a hűség, az álhatatosság, a kitartás és az őszinteség például. Ezek nyilván az új japán társadalmában is magasan értékelt erények lesznek, és a szamurájok mögött álló gondolkodást, a szamurájoknak a moralitását felhasználja a későbbi Japán is. Hol jól, hol rosszul. Tehát a csendes-óceáni háborúig vezető folyamatban azért látunk ezzel kapcsolatban visszaéléseket is szép számmal, de azt lehet mondani, hogy eljut a dolog odáig, és ez a mai napig igaz Japánra, hogy a szamuráj az valahol az álhatatosságnak és valaki feladatainak a 100%-on való teljesítésének a szimbólumává válik, és megfosztva ugye most már a valódi történelmi figurákkal való kapcsolatától, a szamuráj, mint egy ilyen eposzi jelző, az Japánban a jól működő dolgokat és a jól működő társadalmat jelenti. Köszönöm szépen a figyelmet!